Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Lukács evangéliuma 5. részének 27. versétől szól hozzánk Isten igéje. Ezután kiment Jézus, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá, kövess engem. Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített neki a házában, és nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. A farizeusok és a közöttük levő írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak. Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt nekik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Egy régi magyar szólásmondás szerint sok jó ember kis helyen is elfér. Ezt a megtapasztalt bölcsességet kimondva nem a jóságra, mint erényre gondolunk, hanem a közösséget vállalók egymás iránti jó szándékára. Nem akadálya kicsi hely sem azoknak, akik engednek a közösségi szellemnek, és befogadják egymást. Lukács evangélista egy olyan befogadásról tudósít, amelynek áldott gyümölcse van. Jézus befogadja Lévit, Lévi befogadja barátait, és Jézus sem hiányzik a meghívottak közül. Mai igénk egy zsúfolt vendégségbe kalauzol el bennünket. Lévi olyan vendégséget rendezett a házánál, ahol sokan elfértek. Vámszedők és mások, az ő barátai, akik vele együtt ültek asztalhoz. A keleti ember számára árulkodó jel volt, hogy hány embert hív meg asztalához, hány emberrel vállalja az asztal közösséget. Ma is szép szokás több gyülekezetben, hogy az Isten tisztelet után bemennek a gyülekezeti terembe, és szerény vendégség, kávé, tea, sütemény mellett ápolják a személyes közösséget is. Bizonyára így éltek az első keresztjének is, a lelki közösség mellett asztal közösségbe is együtt voltak, és így élték át a Jézusra való közösséget is. Jézus Krisztus nem csak Lévit, hanem bennünket is befogadott, megváltó szeretetébe, hogy mi is befogadjuk egymást. Imádkozzuk az énekíróval, te hívsz meg minket a lakomára, az együttlétért tied a hála, mert úgy szerettél, emberré lettél, kenyeret adtál, velünk is ettél. Amen.